Engedjék meg nekem, hogy sok-sok szeretettel köszöntsem Önöket itt a Cervinus Teátrumban újfent, hisz nemrég találkoztunk, szinte tegnap volt a tavalyi év. Már hagyományjá vált, hogy ezt a különleges napot, amelyen 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, ezen a különleges napon mi egy gálaműsorral, egy keresztmetszettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a magyar kultúrát, melynek címe Jégvirág. Mi egyfajta zárszámadást is végzünk, hiszen nagy-nagy örömmel nem csak ezen a jeles napon tapasztalunk óriási érdeklődést az általunk közvetített kulturális programok iránt, hanem egész évben, de átadom a mikrofont és kérem polgármester urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Köszönöm szépen, bár nem akartam beléd folytani a szót, de általában stand-up-olni szoktunk, belebeszélünk egymás szavába. Most egy mikrofont adtak, hogy nehogy én is belebeszéljek. Köszönöm szépen a figyelmességet, és így voltam teljesen korrekt és tisztességes. De az ember a fejében rendet akar csinálni, akkor úgy általában fogalmakon elgondolkodik. Magam is megtettem ezt, és akkor elkezdtem gondolkodni a kultúra fogalmán. Szóval, ha valaki azt hinné, hogy ez csak színházat jelent, vagy zenét, vagy bármi mást, én szerintem kösse fel a fejéneműjét, hogy ezt a fogalmat, a kultúra fogalmát meg tudja fogalmazni magában, mert iszonytatos terjedelme van. Ha csak nézzük, földrajzi oldalról van egyetemes emberi kultúra, aztán van európai kultúra, aztán van régiós kultúra, aztán Kárpát-medence, és van magyar kultúra, és van szarvasi kultúra. Szarvasváros önkormányzata, ahogyan az előző években, idén is szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik befizetett adóforintjaikkal hozzájárultak a település fejlődéséhez, gyarapodásához. Emellett köszönjük azt is, hogy munkáltatóként lehetőséget teremtenek az itt élőknek a megélhetéshez, ezzel együtt pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek az emberek Szarvast válasszák otthonuknak, itt alapítsanak családot, és itt képzeljék el jövőjüket is. Az önkormányzat odafigyel azokra a vállalkozókra, azokra a vállalkozásokra, akik nagyon fontos részét képezik a város életének, hiszen nem csak az adóforintjaikkal, hanem a város közösség életében résztvéve is nagyon-nagyon fontos szereplői a város mindennapjainak. Én azt gondolom, hogy nem csak a városnak, hanem a magyar kormánynak is nagyon fontos partnerei a magyar vállalkozók és a vállalkozások. Elmondom őszintén, hogy szívem csücskei a helyi vállalkozások, és nagyon büszke vagyok a mi gazdaságunkra, amely lehetne persze jobb, de hát ennek gyökerei vannak, és azt, amit önök csinálnak, az pedig egy józan dolog, és nagyon hasznos a város életében. Úgyhogy őszinte tiszteltem, nagyra becsülésem, és örülök, hogy itt vannak ma este velünk találkozva, és beszélgetve arról, hogy hát azért haladnunk kell. A harmadik legnagyobb adófizető volt Szarvason 2019-ben a Kulforjú Kft. Gratulálok! A második helyen a tavalyi évben, akárcsak korábban, a Pioneer Hybrid Term Szolgáltató ZRT zárt. Megkérjük, hogy vegyék át az elismerő díjat. Nincs nagy meglepetés a legnagyobb adófizetők sorában, legalábbis az első helyen. Azért bízunk benne, hogy Korbe István festőművésznek az alkotásával, illetve az elismerő oklevéllel sikerül néhány nagyon kellemes pillanatot szerezni, és természetesen köszönet jár a Galikóp ZRT-nek is eddigi több mint 30 esztendős munkájáért. Thank you.
7. alkalommal szervezzük meg a szarvasi evangélikusoknak a jótékonysági báját. Ez az ótemplomi gyülekezetnek, az új templomi gyülekezetnek a közös szervezésében van ez a bál, de ahogyan látható, a résztvevők jó része azért a Benka iskola köré csoportosodik, hiszen itt vannak a 8-osok, általában ez egy nagyon fontos rendezvény a 8-os diákok és a szülők számára, hiszen itt van lehetőségük bemutatni a táncot, itt van egy ilyen oldott estére lehetőségük, ahol együtt ünnepeljék azt, hogy tényleg végzős diákokká lettek. Azt látok, hogy igény van rá, a szülők nagyon-nagyon szeretik és szívesen jönnek, és tényleg azt lehet mondani, hogy az egyik legszínvonalasabb rendezvény a városunknak. Már elmondta az előbb Esperes úr is, hogy nyilván a fiatalok megsegítése és a fiataloknak szervezett események támogatása a cél. Nálatok ez az új templomban hogyan valósul meg? Nálunk az új templomban több oldalról is megvalósul. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy ott van a gimnázium mellettünk, tehát a gimnáziumban van egy olyan fiatalság, amelyiket próbáljuk támogatni valamilyen formában a gyülekezet részéről. Másrészről pedig az iskolák, amik itt vannak Szarvason, a Benkát leszámítva, tehát nézzük a gyakorlót, a szlovákot, a főtérit. Azok a gyermekek, akik evangélikus hittanra járnak, nekik szoktunk nyáron szervezni egy egyhetes hétköznapi tábort, ez egy 5 napos tábor, és az itteni bevételből szoktuk általában finanszírozni ezt, és természetesen a város is támogat bennünket. Meghirdették a farsangi játszóházat. Miről szólt ez a farsangi játszóház? A farsangi játszóházunk elnevezése vízkeresztő hamvazó szerdai elnevezésű, és ez egy egész ünnepkört ölel föl, ugye vízkeresztől kezdődik a farsang, a társas játékot erre építettük föl, erre az ünnepkörre, és így próbáljuk a gyerekeknek becsempészni egy kicsit a tudás körébe ezeket az ünnepköröket, mert sokan nem tudják, hogy már vízkeresztől ugye elkezdődik a farsang. Ugye ez egy mozgó ünnep, és ugye mindig más napra esik, megvan itt a táblázaton, ki lehet számolni, hogy hogyan is kell kiszámolni a farsang időszakát. Itt van egy kis tudakozónk, amin meg lehet nézni ezt, hogy most akkor milyen napok vannak, ugye a törkös csütörtök, hamvazószerdes egyéb napok, ahogy ki lehet számolni, és erre épül a társas játékunk is. És ugye elmaradhatatlanak a kézműves tevékenységek is. Próbáltunk egy kicsit a népi vonalat is, és próbáltuk a modernebb vonalat is. Ugye a népi vonalat követi a busó állarcunk, amit papír zacskóból lehet elkészíteni, és a többi asztalnál pedig kicsit ilyen modernebb, ami akár az egész évben díszíteti a gyerekek szobáját, egy bohócot készítünk, aminek Luffy az orra és papírtányér készül el, és a kisebbekre is gondoltunk, nekik pedig, ők nem szeretik igazán mindig ezeket a szemüvegeket, és nekik inkább ilyen kis fejdíszt készítettünk, amit a homlokukra tudnak tenni, ez különböző különféle állatfigurákból készült el. Jön a tavasz, megy a tél, barna medve üldögél. Hát itt most már tényleg el fog menni a tél, hogyha ilyen remek mondókát tudtok. Vajon a kézműves foglalkozásokon is részt vettetek, ott is csináltatok valamit az asztaloknál? Igen, csináltunk ilyen karkötőt, meg ilyen bohócot, lehet még csinálni állarcokat, meg ilyen busójelmezt, és ugye a társasjáték. Nekünk most a 38. bálunk van, és az idén több mint 190 vendég jelezte, hogy eljön. Ugye nekünk a nagy ünnep az, hogy a kitüntetetteket köszönhetjük, és ez is mindig egy különös hangulatot ad a baráti kör báljának. Thank you.
hallottak Szarvasi Egyesület elnöksége nevében az Egyesületünk hölgy tagjait, kedves vendégeinket a Nemzetközi Nőnap alkalmával. Ez a nap egy különleges nap a világon, egy időben, március 8-án az ünneplik a Nemzetközi Nőnapot, és emlékeznek meg arról a küzdelmes harcról, amelyet a nők vívtak meg a jogaikért, persze ez a harc továbbra is folytatódik. Néhány perccel ezelőtt egy informális beszélgetésen azt hangzott el, hogy talán az újkori történelem során ilyen még nem volt, hogy ennyire rendhagyó módon emlékezünk 1848-49-re és a hősökre. Hogyan teszi ezt Szarvasváros barátainak köre? Hát, mint a mellékelt ábrán látható volt, aki akart, aki bátor, kicsi frappánsan mondva, aki nem enged a 48-ból, az megjelent, és szíve jogán kisebb csoportba, vagy önállóan letudta kötelezettségét magyarságára vonatkozóan. Én szerintem vannak idők, amelyekben alkalmazkodni kell a különböző feltételekhez, most pedig van ez a komoly gondja az országnak, a világnak, Európának, amelyben be kell tartunk bizonyos szabályokat ahhoz, hogy ne szaporodjék el a vírusfertőzés Magyarországon. 1848-49, én úgy gondolom, hogy a március idusa, az mindig a megújulás időszaka. A forradalmak időszaka, a változás, a reformok és a fiatalság ünnepe. Emlékezzünk el a szabadságharcosokra, emlékezzünk el március 15-ére, mint fontos ünnepére ennek az országnak, amely dicsőséges volt. A digitális távoktatás bevezetése mind a pedagógusokat, mind pedig a diákságot új kihívások, feladatok elé állította. Mindez hogyan történt meg a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály intézményében? Nagyon jó volt a kifejezés, a kihívás szó, hiszen kihívás ez mindannyiunk számára. Soha nem volt még ilyen típusú oktatás, legalábbis én mióta a pályán vagyok, az pedig nem kevés év, és nagyon, nagyon megfontolt cselekvésre készteti ez az embert, a pedagógusokat, hiszen nagyon nagy a felelősség mindenféle tekintetben, abban a tekintetben is, hogy sikeresen lezárhassuk a tanévet, abban a tekintetben is, hogy felkészíthessük a végzős tanulóinkat ebben a formában is, az érettségi és a szakmai vizsgákra, illetve abban a tekintetben is, hogy a pedagógusainkat is ösztönözzük a helytállásra ebben a kissé szokatlan felállásban. Hát nagyon nagy kihívás elé állítottak minket. Ugye sokan arra gondoltak, hogy a művészetoktatás nem is oldható meg ebben a digitális formában. Tény, hogy speciálisak ezek a művészeti ágazatok, azon téren, hogy azért nálunk viszonylag gyakorlati oktatás folyik. Természetesen van elméleti része is minden tanszakon. Amikor megtudtuk, hogy akkor az oktatás most tantermen kívül kell megoldani, rögtön az első napon összeültünk a kollégáimmal, és azon kezdtünk el ötletelni, hogy jó, így nem, na de mégis hogyan lehet ezt az egészet kivitelezni nálunk. Arra nagyon gyorsan rájöttünk, hogy ugyanúgy nem tudjuk megoldani. Úgyhogy ezek után tanszakonként szétszedtük ezt a feladatot, megpróbáltuk megkeresni azt a lehetőséget a tanszak specialitását illetően, hogy akkor
hogyan is tudjuk felvenni a kapcsolatot a gyerekekkel, mi az, amire most rá tudunk feküdni. Tehát a kérdésre válaszolva egyáltalán nem tudunk ugyanúgy tanítani, mint eddig. Szarvason a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát ketten érdemelték ki, többek között ön is. Az elmúlt mintegy 5 évtizedes oktatói, oktatás szervezői és tankönyv írói tevékenységért. Ez mit jelent az ön életében? Ez egy nagyon fontos elismerés a számomra, mint ahogy az előbb tetszett említeni, hogy 50 éve tanítok Szarvason a Szent István Egyetem Tesedik kampuszán és annak a jog elődjeinél, és egy munkahelyen 50 évet eltölteni, ha ez egy oktatási intézmény, ez nem mindennapi tevékenységnek minősül. A kérdésére válaszolva, hogy ez a kitüntetés, ez a díj, mint egy az élet teljesítményemnek szól, azzal kiegészítve a tevékenységemet, hogy ma már egy ilyen díjnak az odaítéléséhez nem elég a magas szintű szakmai tevékenység, hanem egyéb jószolgálati tevékenységre is szükség van, és én nagyon boldogan és nagy örömmel tettem eleget annak idején, mikor az Ótemplomi Egyházközség 7 évvel ezelőtt felkért, hogy én legyek a egyházközség felügyelője. Egyrészt nagyon meglepett a dolog, szakmai berkeken, színházi berkeken belül indult még tavaly novemberben a felterjesztésem egy szakmai díjra, és hát ez lett belőle, óriási dolognak tartom. Tehát nem hittem volna, hogy egyszer valaki észreveszi azt a országos, vagy ahogy itt említették, Kárpát-medencei tevékenységet, amit néhány évtizede társadalmi munkában végzek, népművészeti, néptáncos vonalon, vagy éppen a színházi vonalon. Tehát nekem ez óriási és nagyon rangos elismerés. Ez egy roma halmazos épület volt, sikerült megvásárolnunk, aki nem emlékszik rá, elmondom, hogy 12 millió forintba került maga az ingatlan, amely aféle városi épületsebb volt, épp ideje volt eltakarítani, csak nem kevésbe került a bontása sem, az 5,5 millió forintba került, mert ugye most a bontásoknak is elég különleges feltételei vannak. Így kialakult most a mai napra ezzel a parkolás lehetősége 900 négyzetméter, amit úgy kalkulált Limay Attila, hogy 50 gépkocsi elhelyezésére alkalmas. A közmunkaprogram keretében kollégáim és dr. Kepenyes Edit címzetes főjegyzőúrral szereztek ehhez majdnem 1,6 millió forintot a közmunkaprogramból, úgyhogy közmunkások építették meg, és a Komév volt ennek a kivitelezője, szervezője. Megépítettük a Kossuth utcát idáig, de nem engedték a projektben, hogy kiszeresítsük ezt utat. Viszont a erről jövő városi forgalom itt torlódott, és a port meg szemetet csinált azzal, hogy a patkáról lehajtottak, fölhajtottak. Én szerintem ez egy urbanizált körülmény lesz, és a városiasságnak, a komfortosságot megint szolgálja. Úgy gondolom, hogy az előző képviselőtestet döntötte el, 4-szer próbálkoztunk a pályázattal, 4-ére megkaptuk, és persze Dankó Béla képviselő is tüsténkelt abba, hogy megkapjuk ezt a 30 millió forintot. Milyen apropóból érkeztek ma Szarvas városába, mivel lepik meg a karanténban, illetve az otthon maradottak életét? Egy úgynevezett sarokzene,
produkcióval, amivel el szeretnénk a karanténban lévő otthon maradt embereknek juttatni a zenét, és ilyen lakótelepeken játszunk, ahol örömet próbálunk vinni a otthon maradottak emberek életébe. A minisztérium kezdeményezése volt, hogy ebben a korona járványos időszakban próbáljuk meg olyan koncertekkel szóval tartani a közönséget, amelyek nem ütköznek a rendeletekbe. Ennek a programsornak az előkészítése már februárban elkezdődött. Gyakorlatilag március 15-ével, 16-ával indult volna a programsor. Akkor még Szarvason a zenepavilonba terveztük március közepétől június közepéig, mindaddig, amíg a saját Cervinus Teátrumos 60 napos rendezvénysorunkot el nem indult volna. Hát ezt változtatta meg az, hogy a szabadtéri programokat is leállították. Túl vagyunk az érettségi első napján, a gyerekek megírták a magyar érettségit. Mik az első benyomásai jönnek a mai délelőtről? Úgy gondolom, hogy járványhelyzet ide, járványhelyzet oda, semmit nem változtattak. Ugyanúgy néz ki minden, a tanulók tudták, hogy körülbelül erre számíthatnak. Hányos osztályzatra számítasz? Reménykedem az ötösbe. Nekem továbbtanulási céljaim vannak, és ez nagyon szükséges, hogy jól sikerüljön az érettségim. Szerinted ez a felkészülés sokkal nehezebb volt-e ebben a járványügyi helyzetben, mint ami egyébként lehetett volna? A felkészülésnek voltak előnyei és hátrányai is. Be tudtuk osztani a saját időnket, bár aki ezt meg tudta csinálni. Így tényleg délelőtt felkeltem és tudtam tanulni végig azokat a tantárgyakat, amik a legfontosabbak a továbbtanuláshoz. Azonban nyilván nehézséget jelentett, hogy nem voltunk napi kapcsolatban a tanárainkkal, személyes kapcsolatban, és nem tudták nekünk előadni az órákat, nem tudtak annyit segíteni. Szerintem, hogyha azért iskolába lettünk volna, ez másképp alakult volna. Igyekeztünk azért az érkező végzősöket egy kis kedvességgel, meglepetéssel várni. Az iskola főbejáratát tegnap néhány szorgos kollega és diák feldíszítette, hogy azért valami kis ünnepi hangulatot, érzést a ballagás elmaradása után próbáljunk kárpótlásként nyújtani. Onnantól kezdve azt gondolom, hogy a szokásos menetrend volt, hiszen nálunk eddig is az érettségiken általában igyekeztünk nagyon szellősen ültetni a gyerekeket, a szokásos adminisztrációs teendők lezajlottak. Hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen a körülményekhez képest nyugodtan, zökkenőmentesen lezajlott ez az első nap. Rövidesen meg lesz az a lehetőség is, hogy előadásokra kerüljön sor. Az a gond, hogy 500 főig már most is lehet szervezni előadást, csak a 500 fős előadások nem biztosítják a színház rentabilitását, helyesebb az ingyenes előadások várnak kitermelését. Tehát nekünk szükségünk van a 1000 fős körülményre, aztán majd a testület eldönti, hogy elrendeli mégis 500 főről az emeltetést vagy sem, de ebben még nem látunk biztosan. Hála Istennek azt tapasztaltuk az elmúlt hónapokban, hogy amit vártunk az úttól, az részben megvalósult. Azért csak részben, mert a gazdasági hatásait nyilván még nem érzékeljük ennek az útnak. Ennyi idő alatt még nem lehet elmondani, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de bízom benne és biztos vagyok benne, hogy a jövőben majd erről is be tudunk számolni. Arról azonban már mindenféleképpen, hogy azokon a településeken, amelyek a régi 44-es úton úgy fekszenek, hogy keresztül ment rajtuk az út, Kondoros, Szarvas, Békés-Szent András, ezeken a településeken az ott lakók
érezhették azt, hogy mennyire lecsökkent a településen átmenő forgalom. Ezáltal az ottani életminőség nagyon-nagyon sokat javult. Az ottani emberek biztonsága, az úton átkelők biztonsága az nagyon-nagyon sokat javult. És mindenféleképpen azoknak a közlekedőknek a biztonsága is javult, akik használják az új utat, hiszen egy kétszer kétsávos út, ami el van választva egymástól a két szembejövő sáv, nincsenek szintbeni kereszteződések, ez mindenféleképpen sokkal biztonságosabbá tette a közlekedést. Nemrégiben a Mentők Napja alkalmából egy kitüntetést vehetett át, mégpedig a dr. Orovec Béla emlékérmet. Mit kell tudnunk erről a kitüntetésről, kik kaphatják ezt meg, és milyen időközönként adják át? Az Orovec Béla az Országos Mentőszolgálat első főigazgatója volt, ha jól emlékszem, 1948-tól 66-ig. Ő katona volt, orvosőrnagyként dolgozott a mentőszolgálatnál. Ő egységesítette ezt a céget a jelenlegi formájába, tehát ez azt jelenti, hogy az egész ország területén egy egységes szervezet áll rendelkezésére a lakosságnak, központi hívószámmal, és tulajdonképpen a kocsik felszereltsége Soprontól Békés Csabáig ugyanaz. Lehet mondani, hogy ez egy igen magas, elismert nagy díjnak számít a mentőknél. Igen, tulajdonképpen igen, ez a hosszú évtizedes szakmai munka után szokták kiosztani, bár én ezt nem teljesen érzem saját magaménak, mert én szerintem ez egy csapatmunka, tehát tulajdonképpen ez inkább a szarvasi mentás elismerésének érzem, mert tulajdonképpen a helyszínre sose egyedül vonulok, hanem kollégáimmal, akik ugyanúgy segítik a munkámat, tehát én ezt egy kollektív vakkitüntetésének jobban érezném, mint személyesnek. Üzenet innen Szarvasról, a történelmi Nagy Magyarország közepéről, Deák Ferenc gondolatával azoknak, akiknek fáj Trianon. Mert amit erő és hatalom elvesz, azt idős, kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges. 1914 évben gyászba borult az egész világ népen. Ferenc Jóska hely-haj háborút indított, sok jó édesanyát, de a 10. jubileumi évad nyitógálája lesz ma este, ennek vagyunk most előtte. Nagyon örülünk, azt gondolom mindannyian, hogy itt lehetünk. Mi lesz ebben a mai esti műsorban a nyitógálán? Különleges helyzet, különleges párosítás, ezt olvashattuk a honlapon, a Vízi Színház honlapján. Igen, hát ez egy duplán különleges helyzet, hiszen még tart a vészhelyzet hivatalosan, és ugyanakkor pedig ez a 10. évforduló, ami egy óriási dolog, hát egészen másképp képzeltük ezt el, ezt a jubileumi évadnyitót, de hát ugye ehhez a helyzethez alkalmazkodni kellett. Úgy gondoltuk, hogy ugye eddig mindig vagy egy színházi előadással, vagy egy gála műsorral kezdtünk, hát most ezt a kettőt megpróbáltuk kombinálni, hiszen mégiscsak egy 10 éves évfordulóról van szó. Thank you.
Ismét kezdetét veszi a kis esti nyári zenés programsorozat itt a Zenepavilonnál. Mit tudhatunk az elkövetkező 69 napról, hogyan sikerült felépíteni? Hát akik a korábbi években rendszeresen vendégeink voltak, így nyár este, hétköznap ugye este 6-tól, hétvégén 7 órától, azok nagyjából ismerik a felhozatalt. Az alapelvünk az az, hogy elsősorban szarvasi művészeket, szarvasi amatőr, de színvonalra zenét játszó, vagy éppen táncoló művészeket hozzunk ide a Zenepavilonba, hozzuk őket helyzetbe, mutassák meg a tudásukat, legyenek akár a Hován Kálmán Művészeti Alapiskola zenetanárai, klasszikus zenét, népzenét, vagy éppen valamilyen könnyű zenét játszó zenekar, hiszen erre is lesz példa a sorozatban. Táncban megszokott módon a hip-hoposok és a néptáncosok lesznek jelen, akik műsorszerűen hoznak valamit ide a Zenepavilonba. Szarvasváros önkormányzatának köszönhető az, hogy itt ingyenes programok vannak. A nézők számára ingyenesek, az előadók számára természetesen némi tiszteletdíjat adunk az itt eltöltött időért és azért a tudásért, amivel ők ide érkeznek. Beruházás nem szól másról, mint arról, hogy mit tehet az ember a természettel azért, hogy valóban szolgálja azt a célt, amely egyrészt kell ahhoz, hogy megőrizzük azokat az értékeket, amiket van, amiket képvisel, és szolgálja azt, hogy mégiscsak legyen kikapcsolódás, kényelem, rekreáció, pihenés szintere, úgy, hogy értéket teremt. Június 25-e a nap híré is lehet, hogy a Rádió Szarvas új helyszínre költözött, új stúdió került átadásra. Nem csak ez történt a Rádió Szarvas életében változás az elmúlt fél évben, hanem tulajdonosváltás is történt. Nem egy vallási hírmondót szeretnénk, nem egy olyan rádiót, ahol csak egyházi témájú programok és műsorok vannak, hanem szeretnénk azt a tradíciót továbbvinni, hogy a Rádió Szarvas az egyben a kultúra hangja. A mi munkánk nagyon jól kiegészíti egymást, mert hogyha így szimbolikusan és képletesen akarom kifejezni magamat, akkor a rádiónak a Zsolt a lelke, én pedig a teste, tehát magyarul én felelek azokért a dolgokért, hogy az, ami itt ebbe a rádióba elhangzik, az mindenki által hallható és minőségben jól hallható legyen. Tehát magyarul itt most a költözéssel kapcsolatban, tehát tulajdonképpen a költözésnek a teljes infrastruktúrális, tehát a helység kialakítása, a műszaki megoldásoknak a kitalálása, illetve kialakítása, a rádió akusztikájának a kitalálása, az informatikai rész, egyéb ilyen dolgok, ezek tartoztak hozzám, illetve ezek tartoznak hozzám a jövőben is. Szarvasváros polgármesterének Babát Mihálynak, mint ismeretes, nagyon fontos a tájékoztatás, az információ átadás. Miért? Miért tartja fontosnak egyes város életében? Tégy jó dolgot, és cselekedj, és beszélhetsz is róla, hogy ismerjék a szarvasiak, amit történik körülöttük, és értsék azokat a folyamatokat, amelyek néha idegesítők, néha fontosak, néha sikeresek, néha kevésbé sikeresek. Tudni kell a bajainkról, gondjainkról, tehát fontos az információ. Én gondolom, az informált polgár jobban érti a települését, és kevesebb konfliktusra kerül sor, és tudja, hogy mi miért van, és mi szolgálja őt.
Az integráció több mint 2000 embernek ad munkát. Az elmúlt évben 39 ezer tonna pulykát vágtunk, 30 ezer tonna húst állítottunk elő, melyből 8 ezer tonna panírozott termék és 8 ezer tonna készítményt is készítettünk. Árbevételünk 35,9 milliárd forint volt, az eredményünk pedig elérte az 1,9 milliárd forintot. A VNT 2020 per 1-es versenyképesség növelő támogatásra pályáztunk, melynek során, mint elhangzott, 800 ezer euró támogatást nyertünk. A beruházás célja, hogy a Gallic Hope ZRT versenyképességét növelje külföldi versenytársaival szemben, a változó piaci körülmények miatti kiszolgáltatottságát pedig csökkentse. Most a gazdasági védekezés időszaka következik, ezt a csatát is meg fogjuk nyerni. A célunk nem lehet kevesebb, mint hogy megvédjük az összes veszélybe került munkahelyet, és új munkahelyeket hozzunk létre azok helyett, amelyeket a válság veszélybe sodor. Nem akármilyen közegben futhattak a szarvasiak, illetve az arra éhezők, hiszen az arborétumban a bolzakört felavatták. Ön ehhez a szakmaiságával mégis mit tett hozzá? Hát a futás népszerűsítése az az elhivatottságom. Egyrészt ered abból, hogy testnevelő tanár vagyok, tehát igyekszem a diákainknak példát mutatni. Másrészt pedig egyre jobban érzem azt, hogy ebben a nagy rohanásban, ebben a sok minden stresszes helyzetben kell az embernek egy olyan sportágat, olyan kikapcsolódást találjon, amivel egy kicsit felfrissül, és ilyen új energiák lépnek fel. És én ezt a futásban találtam meg, és ezt szeretném továbbadni. Hát gyönyörű a környezet, jól érezzük magunkat. Nem hétköznapi futóversenyre érkeztünk a Szarvasi Arborétumban, de mit szól ehhez a városvezetője? Semmi sem hétköznapi nálunk mindig van valami új dolog, és hál' Istennek sokan vannak benne, akik a város gyarapítják. Többek közt a Szent István Egyetem Arborétum, ahol mindig történik valami. Sok ilyen hasonló kezdeményezéssel és elkezdéssel bíró alapítvány, egyesület van, többek között a Szarvasért Alapítvány, és még sorolhatnám azokat a testnevő tanárokat, akik itt vannak, és most segítik ezt a versenyt. Úgyhogy fontos számunkra, hogy jó levegőn, a home office után, meg a számítógép után most jó időnk van, és egy jó egészséges futásban részesülhetnek a szarvasok. 2017-ben született meg a kormány döntése a honvédelmi sportközpontok felépítéséről, és több mint 100 helyen fog épülni, ha minden igaz. Mennyi az az összeg, amelyet erre a nagy beruházásra szántak, illetve mikor várható az elkészülése? Hát az elkészülés az elvileg egy év van rendelkezésre adva a kivitelezőknek, hogy elkészítsék. Nyilván előtte voltak építési engedélyek, különböző papírmunka, amit el kell végezni. Ezek úgy tudom, hogy rendelkezésre állnak, és hogyha elkezdik az építkezést, akkor elvileg egy év alatt be tudják fejezni. Tehát remélem, hogy jövő ilyenkor, ha itt találkozunk, akkor már az átadásról beszélhetünk, és hogy minél gyorsabban átvessék majd az itt élő emberek, gyermekek és mások is. Öregek vagyunk, vagy fiatalok? Szóval 298 év egy
település életében nem nagy, sok generáció. De ha belegondolok abba, hogy azok a tótok, akik eljöttek a felvidékre ide meglapítani ezt a várost, milyen vállalkozó szellemek voltak, milyen merészek voltak, bíztak és hittel voltak a jövőt illetően. Tótok voltak, ide jöttek és magyarok lettek. Nem csak jelképes alkalomból találkozunk, hanem jelképes helyen és időben is. Dacára az immár évszázada közénk húzott államhatároknak, dacára a jelenkori világjárvány által parancsolt távolságtartási követelményeknek ma ismét együtt vagyunk. Megérkeztünk a Kárpát-medence minden égtájáról, és ma is vigyázunk egymásra, mert az utóbbi százesztendő történelmi leckéjét megtanulva tudjuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. A természetes látás számára láthatatlan tartalom kifejezése. A katolikus lexikon e szavakkal határozza meg a jelkép fogalmát. Jelképes azért a szarvasi jelenlétünk is, mert innen, a történelmi Magyarország mértani középpontjából, a szemünkkel ugyan már nem, de a szívünkkel pontosan belátható az egész Kárpát-medence, benne Erdély és Kárpátalja, Felvidék, Télvidék és Őrvidék földje, az a föld, amely több mint ezer esztendő alatt 44 magyar nemzedék szülőföldje volt, melyet ezredévnyi magyar életáldozat és munkaáldozat szentelt történelmi hazánká. Szép napot kívánok mindenkinek! Závoda Ferenc vagyok, a rendezvény rendezője, a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület elnöke. Ebben a pillanatban most megnyitom a 23. Kárpát-medencei Nemzetiségi Találkozót. Oh.
Kedves ünneplők, szép napunk van. Tegnap is szép volt, mert a magyarok kenyere ment el innen a Kárpát-medence mértani közepéről, Szarvasról. A magyarjainknak segítséggyanánt. És ajándékot is kaptunk ma, mégpedig egy szobrot. Én úgy gondolom, hogy államalapításunkra emlékezve, helyesebben annak ünnepségére közeledve szép ajándékot kaptunk. Szállás. 3, 2, 1. Hajrá mindenkinek, jó versenyzés! Hajrá, vigyázzunk egymásra az elején! Hajrá, Bakácsi! Sárkányok, gyertek! Gyertek, ott mehettek föl szappokkal. Szappok, vízre szállás. Ott rigerek már fönt vannak. Szappok gyertek is vannak fönt. Figyelem! 3, 2, 1.
Kedves nézőink, nagy szeretettel köszöntjük Önöket a Szarvasi Vízi Színház 10. jubileumi évadának díjkiosztó gáláján. Tehát hölgyeim és uraim, akinek ilyen államtitkára van a kultúrában, az külön büszke lehet, mert megold mindent, csengem is még palléroz, úgyhogy ezt egészen. Hölgyeim és uraim, arról szólt a nyár, hogy nem tudtuk, hogy indulhatunk el, és elindultunk, mégpedig elsőként az országban. Köszönjük a jó jogszabályt, aztán a feltételeket, és a sok fellépőt, és a sok közönséget. Mi nem lettünk volna sikeresek, hogyha nincsen szeretetre méltó közönségünk. Szeptember 1-én mindig megindul az élet az iskolákban, és így van ez a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Technikum Szakképzőiskola és kollégium esetében is. Hány gyerekkel indul meg ez a tanév? Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy többen vagyunk, mint tavaly ilyenkor voltunk. Igaz, hogyha csak egy pár fővel, de meghaladtuk a tavalyi létszámunkat, és ez nagyon nagy öröm ebben a demográfiai helyzetben. 7-9. Osztályt fogunk elindítani. Köszönhető ez annak is, hogy a pedagógiai ágazatunk szakgimnáziumi ágazat maradt, hiszen vannak technikus osztályaink, 9-ben van ez az említett pedagógiai ágazat, amely szakgimnázium, és vannak a hagyományos szakképző iskolai osztályaink. És nem csak a tannévet nyitják meg, hanem egy avatás is lesz a tanévnyitó alkalmából, mégpedig az iskolához szorosan kapcsolódó kollégium szépült meg. Hány tanulót fogad a kollégium? Milyen lehetőségek vannak az általános nevelési helyzeteken túl a tanulóknak a kollégiumban? A kollégiumunk szerves része az iskolai életünknek, hiszen ebben a tanévben például 85 tanulónk fog kollégiumi ellátást igénybe venni. A kollégium egyébként 120 főre van tervezve, ezért most ez jó alkalom, vagy jó az arra is, hogy betartsuk a járványügyi előírásokat, hiszen a megfelelő módon tudjuk elhelyezni a kollégiumban tanulóinkat, akik tegnapi nap folyamán már be is költöztek. Elsődleges célunk a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés, persze nyilván a tanulás mellett, de a csoportfoglalkozások keretében is zajlanak egészségnevelő, prevenciós tevékenységek, illetve vannak sporttevékenységek, szoktak a kollégiumban főzni, ezt például nagyon szeretik a fiatalok, illetve kihasználják a kollégiumi tanulóink is a tavaly megnyitott Makerspace laborunkat, hiszen ott is a szabadidő különféle eltöltésének módjait ismerhetik meg. Ünnepi könyvnapra érkeztünk a Szarvasi Városi Könyvtárban. Kérem a nézőknek, hallgatóknak, mutassa be mégis a programot, a program elemet. Amikor megszületik Szarvason egy könyv, egy helyi vonatkozású kötet, akkor ahhoz mindig egy ünnepi rendezvény kapcsolódott az elmúlt években. Ezt elsősorban a Digitális Kalamáris Kiadó vezetője Tatai László hívta mindig össze, szervezte meg, és mi segítőként csatlakoztunk hozzájuk. Büszke lehet a város arra, hogy nagyon sok helytörténeti könyv látott már így napvilágot, és mi szarvasi könyvtárként büszkék vagyunk most arra, hogy a mi cégérünk alatt, mi nevünk alatt jelenik meg három olyan kötet, ami már azt gondolom, hogy nagyon sokak számára régen várt munka. A három kötetről néhány szót. Dr. Domán Imre, a Szarvasi Cigányok immár két kötete jelenhet meg.
a Tranocius című könyv Mútyán Tibor tollából, és Urban Csokné Plesovszky Ildikó egy szarvasi házi asszony gazdakönyve című munkája kerül bemutatásra mai napon. Igaz, szilva napok nélkül, de szarvasan megrendezték a pálinka minősítést. Mit tudhatunk az idei szervezésről, miért álltak ki a program elem mellett? Hát egyrészt gasztronómiai fesztiválokra nem vonatkozik a tilalom. A pálinkával kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy pálinkát a koronavírus helyzettől függetlenül mindenki főzött az idén is. Pálinkák többsége természetesen tavalyi lepárlású volt, és meg lehet rendezni úgy, szájmaszkkal, zárt körben, a díjkiosztást ültetéses módon itt a kamarateremben, hogy mindenféle fajta óvintézkedésnek eleget teszünk. És hát bejött az elképzelésünk, mert igaz, hogy gyakorlatilag a tavalyi év körülbelül egy harmadával, összesen 58 párlattal jelentkeztek a versenyzők, de maga a pálinka minősítés folyamata az nem szakadt meg, az idén is megvolt. Szeretnék köszönetet mondani Szarvas városának, hogy befogadták ezt a kiállítást, és kívánom azt, hogy ez a kiállítás is hozzájáruljon ahhoz, hogy a rendszerváltoztatás története méltó helyet foglaljon el a magyar nemzeti emlékezetben. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon jelentős dolgra kerül ma sor. Köszönteni azért szeretnék, és azért mondanék egy-két gondolatot, mert személyesen is megértem a szabadságtalanság hiányát, és beleszülettem. Na nem telt ez másként 90-ben sem, mert 90-ben meg volt a rendszerváltoztatásnak nevezett esemény, mert a szabadság csillagával kenyegtetett minket, és a szabadság áráról nem esett szó. Négy évi kormányzott egy kormány, aztán legalizáltan privatizáltak, aztán megbuktatták ezt a kormányt, kijátszották külföldre a magyar emberek vagyonát, és aztán jött egy kormány, mely megpróbált rendet csinálni. Megint eltűnt a szabadságunk, mert megbuktatták azt a kormányt, és jött megint 8 éven keresztül szemkiverő, privatizáló, államadósságot szaporító, az országot a csőd szélre taszító szabadság. Kedves szarvasiak, nekünk mindig ára volt a szabadságunknak. Épp ideje, hogy egyszer már élvezzük is. És mi történik most? 2020-ban Európa kételkedik a szabadságunkban. És attól féltem, nehogy majd így legyen, csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Hamarosan kezdődik a Víziszínház idei utolsó előadása, ha jól gondolom, ez pedig a Szent Mihály napi tűzgyújtás, ez is hosszú-hosszú évek óta hagyomány már itt Szarvason a Víziszínház életében. A kulturális életünknek kétféle hagyománya létezik. Az egyik, ami rossz hagyomány, azoktól meg kell szabadulni, és vannak a jó hagyományok, amelyeket hosszú évtizeden keresztül, évszázadokon keresztül az elődeink berakták az életünkbe, beélték az életünkbe. A nyár búcsúztató, a Mihály nap egy olyan tradicionális, a nyarat összegző időszak, amelyben jó egy pillanatra megállni, jó a hátrahagyott munka után megdörzsölni a kezünket, és jó elkezdeni készülni a térre. És az, hogy a Szarvasi Vízi Színháznak ez a fajta tűzgyújtásos programja visszatérően egy ilyen évadzáró, szezonzáró rendezvény, ez egy jó hagyomány. Polgármester úrral az elmúlt hetekben azon elmélkedtünk, hogy ha már a 10. évadját fejezte be az idén a Víziszínház, akkor jó lenne egyfajta szakmai értékelést prezentálni. Egy olyan szakmai értékelést, amit nyugodtan mondhatom, hogy egy nagyon sikeres és eredményes 10 évad végén mondhatunk ki, és főleg az idei, a 2020-as nyári évad után, amikor talpon tudtunk maradni nem csak szakmai, hanem pénzügyi szempontból is, úgy, hogy jó néhány szabadtéri színház ki se nyitotta a kapuit.
A 10 év bebizonyította azt, hogy van létjogosultsága, és sikeres a víziszínház. Ezt több szempontból tudom értékelni, mégpedig úgy, hogy kialakult egy olyan csapat, a Békés Csabai Jókai Színház, a Teátrum Társaság, a Cerulean Teátrum, amely ritkasság számai az országban. Én nagyon büszke vagyok. Kultúráért felelős államtitkárként összevetésem van az országban lévő többi kisvárossal, kisközépvárossal, és azt kell látnom, hogy egészen egyedülálló az a módszer, az a gondolkodásmód, amivel a város vezetése, Szarvas város vezetése a kultúra iránti elkötelezettségében elől jár. Azt tapasztalom, hogy egy csoda van itt, és nem csak saját magam nevében, de a Teátrumi Társaság tagszínházainak nevében is mondhatom, hiszen velük vagyok kapcsolatban majdnem napi szinten, hogy ami itt van, az egy csoda. Csodálnak, egyszerűen imádnak idejönni, polgármester úr, az a tapasztalat. És ha a számadatokat nézzük, a 71 néhány tagszínházból több mint a fele már járt Szarvason. Azt hiszem, hogy ez elég szép arány. A Békés Csabai Jókai Színháznak nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az egyik lába lehet ennek az együttműködésnek. És hadd mondjam azt, hogy én úgy hiszem, hogy van egy negyedik láb is, és az a szarvasi közönség, aki nélkül nem lehet ezt elképzelni. Tehát az a lelkesedés, az az odaadás, az a szeretet, ahogy jönnek és várják az előadásokat, és ahogy szinte sírnak, mikor vége van, ez valami egészen különleges kapcsolat a közönséggel. Szóval ilyenre nem nagyon láttam példát. Azt gondolom, hogy az országban nincs még egy olyan szabadtéri színház, amely ráadásul teret ad ezen belül egy nemzetiségnek is, és ez a mi nemzetiségünk, a Békés megyében élő és a Szarvason nagy létszámban élő szlovák nemzetiség. Ez egy borzasztó hálás dolog, hiszen én azt gondolom, hogy ahány nyelvet beszélünk, annyiféle ember vagyunk, és ahány nemzetiséget támogatunk, annyival színesebb a mi kultúránk, és ebben a városban a szlovák kultúrának a támogatása az mindenféleképpen stabil alapokon nyugszik. Gondolom, hogy azért fontos, hogy ez ma egy retro rendezvény, hiszen itt a mögöttem lévő tárgyak is arra utalnak, hogy valamikor 70-80 évvel ezelőtt azok a családok, azok a gazdálkodók, mert akkor még nem voltak őstermelők, azok valamikor is bizony készítettek kolbászt, disznót vágtak, és van itt egy olyan tárgy, hogy ha ránéznénk például a harmonikára, hogy ez Kondas Micska bácsi ezelőtt 80 évvel használta disznótorok alkalmával. De a többi tárgy is olyan, ami szerintem most erre élesztük ki, hogy kicsit emlékezünk, emléket, fejet hajtunk azokra, akik ezelőtt 50-60 évvel vagy 80 évvel ezelőtt belevágtak egy disznóvágásba, hiszen nagyon fontos volt azért, hogy a következő évnek a kamráját fel tudják tölteni, és akkor úgy tartottak sertést, tartottak disznót, és természetesen le is vágták. Igaz, nem október 3-án, hanem karácsony előtt és karácsony után. Az aradi Golgotára, ráragyog a napsugára. Oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágom, ott alusz a csendes álmád, az aradi 13. Szívszorongató érzés, amikor az ember a 13 mártír tábornok utolsó gondolatait hallja. Semmi olyan dolog nincs mondandójukba, ami nem előre mutatna, és nagyon a jövőnek szólna. Ők köszönettel tartoztak, szeretteiknek és hazájuknak. Én úgy gondolom, hogy emlékezni kell. Kell, mert fontos ahhoz, hogy értékeljük a mát, s legyen holnapunk és jövőnk is. János evangéliumában ezt olvashatjuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Már ez az ige
Jézus Krisztus áldozatára, kereszt halálára vonatkozik. Mégis egy csodálatos képet, jelképet élhetünk meg ezen az igén keresztül, így a mai napon is. Használhatjuk ezt a képet, amikor az ország hőseire, áldozataira gondolunk, akik életüket adták a hazáért. Kitálhatok a teljes egészében megújult Ruzicskai Alkotóház megnyitóján, és átadhatjuk azt a részt, ahol városunk szeretett művésze élt és alkotott, ahol kialakította gyűjteményét. Régi adósságunk ez, ezzel úgy érzem, hogy teljes mértékben tisztelgünk neki, és adózunk azelőtt a munkásság előtt, amit végzett. Próbáltuk, mint embert bemutatni, közelebb hozni az emberekhez a nagy festőművészt, aki a korábban kimagasló volt, és mégis sokan igazából feledésbe merült, hogyha nem szarvasi valaki, akkor lehet, hogy nem is hallott még a nevéről. Ezt szerettük volna bemutatni, és igazából olyan tárgyakkal színesebbé tenni ezt a kiállítást, amelyek népművészeti értékűek is, és hát a fiataloknak is a modern kor technikai megoldásaival közelebb hozni. Például az önéletírását egy hangpont segítségével hallhatják a kiállítás végén, ami izgalmasra teheti ezt a kiállítást, úgy gondolom. Valamint képi megjelenésben is nagyon sok új, modern technikát használtunk. Tehát 33 millióra pályáztunk, 30 milliót kértünk a Kubinyiba, 3 milliót a várostól. A Kubinyi programból 23 milliót ítéltek meg a végén, ugye erre jött a város támogatása, és így tudtuk 26 millióból megvalósítani ezt a kiállítást, az épületfelújítást, illetve a rendbehozatalt, a mosdóhelység kialakítását, ami nagyon fontos volt. Tehát most már egy korszerű kiállító térrel várhatjuk a látogatókat Ruzicskai György Alkotóházában. A 20. század fényes pillanata volt az 1956-os magyar forradalom, mely kiemelte a magyar népet a rabbá tett nemzetek közül. Azért jöttünk el ma, hogy megemlékezzünk 56 hőseiről. Tisztelt ünneplők, egy különleges pillanatnak leszünk most tanúi. Mivel, hogy átadásra kerül a történelmi zászlósor 56-os zászlajának másolata, melyet Forsner Rudolf szarvasi lokálpatrióta, az 56-os Vitézi Lovagrend Világszövetségének tagja adományoz szülővárosának. A zászlót átveszi Babák Mihály szarvasváros polgármestere és Szenes János, a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány elnöke. Történelem tanárként először az 1956 évi események kronológiai sorrendjét idéztem fel magamban. Aztán ebből kiindulva azt a kérdést tettem fel magamban, hogy az én generációm számára, a mai fiatalok számára mit is jelent 1956. október 23-a. Ahogy időben távolodunk a történelmi eseményektől, egyre kevesebben vannak azok, akik közvetlen részesei voltak-e sorsfordító eseményeknek, akik a saját életükben tapasztalták meg arra gyakorolt hatásait. Mi, akik a rendszerváltás idején, vagy azt követően születtünk, csak is azon keresztül juthatunk el a válaszig, ha visszatekintünk, honnan és hogyan jutottunk el idáig, ehhez pedig szüleink, nagyszüleink, dédszüleink emlékezetét hívhatjuk segítségül, mely egyben személyessé és átérezhetővé is teszi a megértés folyamatát.
Ez intézettel kiűzetik a hazai iskolákból a tétlenség. A szorgalomnak ezt az emlékművét, hogy az utódokról gondoskodjék, a szarvasi nép állította az 1791. esztendőben. Áll itt a Tessedik Sámuel Múzeum bejárata fölött a tábla, mely üzen a mai kor emberének, nekünk is. Nekünk azért fontos egy múzeum, mert lassan 300 éve telepettünk újra le itt a Körösök mentén, itt a templomdombon, most a templomtéren vagyunk, és emlékezzünk az elődeinkre. Fantasztikus munkát végeztek. Sokan jártak bölcsek előttünk, s hagytak olyan tanulságokat, olyan tudományt, olyan értéket, mert érték az is, ha valaki egy szép festményt fest, és az is, ha sok embert megtanított. Úgyhogy ma a múltunk házát, a tanulás lehetőségét biztosítjuk a város lakóinak, a ide látogatóknak és a fiatalabb korosztályoknak. Milyen kiállításokkal várják a látogatókat? Hát ugye részben hagyományos, hiszen van régészet, néprajz és történet, részben teljesen újszerű, hiszen ezek teljesen másképp vannak bemutatva, újszerűen vannak bemutatva a látogatóknak. Ez adja a múzeumnak az újítását, ugye sokkal inkább turisztikai, és mint szakmai kiállítás, hiszen a szakma megjelenik abban, hogy egy-egy tárgy van kiemelve, a zsírfalidól, a háromszögfalidól, tűtartó, ékszerek, a vár a régészet területén, a néprajz területén pedig Domán Imre gyűjteménye, illetve a mindennapi élet, a születés, házasság, halál tematikája van bemutatva elsősorban, és természetesen Tessék Sámuel élete és munkássága nem maradhatott ki, hiszen Duruló van elnevezve a múzeum épületét, és ő építette magát az épületet, és ez nagyon fontos, hogy őt bemutassuk. Ez egy nagyon fontos mérföldkő a Halászati Kutatóintézet életében. Az elmúlt 25 évben nem volt ilyen volumenű fejlesztés, gyakorlatilag a korábbi földmedrű kísérleti tavainkat a 70-es években alakították ki, úgyhogy hogy ehhez képest most jelentősen fejlődtünk. Ez az új rendszer új méretű, a céljainknak jobban megfelelő méretű tavakkal is bővíti a rendszereinket. Ilyen értelemben infrastruktúra hátteret fog biztosítani egyrészt a génbanki tevékenységünkhöz, az anyahalaknak a tartásához, illetve nagyon fontos célja ennek a beruházásnak, hogy olyan a jelenlegi gyakorlatban nem termelt halfajoknak az ivadékait tudjuk itt előállítani, amelyek utána a természetes vízi kihelyezésekben játszik majd fontos szerepet. Ezen a napon tehát örömmel adom át a kollégáknak a munkájához ezt az új létesítményt, a csordajálási halnevelő tavakat. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy ünnepélyesen átvágjuk a szalagot. Ez a holtág egy 30 kilométeres holtág, aminek a partján állunk. Egy nagyon hosszú és nagyon jelentős mentett oldali, tehát ugye a töltésen túl levő, tehát nem a hullámtérbe elhelyezkedő holtág, ami rengeteg funkcióval bír. Többek között ez a holtág fogadja be nagyon nagy területnek, több mint 1000 négyzetkilométernek a belvizeit, öntözés folyik belőle, és mi vízgazdálkodás szempontból ezt a kettőt tartjuk a legfontosabbnak. De majdnem ugyanilyen súlyúvá vált az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedek során a halászat, halgazdálkodás, a turizmus, itt a rekreációs szempontok. Kettő gép dolgozik a holták kotrásán. Ez a holták kotrása most a szarvasi holták rugalmas vízpótlási lehetőségeinek kiépítése projekt nevet viseli, ami egyébként az öntözés fejlesztés keretében a kormányhatárlatnak megfelelően az egyik fejlesztési ágat jelenti. Ennek következtében, hogy a holtágnak majd megnő a tározó területe, és nagyobb vízkészlet fog állni rendelkezésre ahhoz, hogy öntözni lehessen belőle. A jelen beruházásunk 500 millió forintos,
Az 500 millió forintos beruházás négy részre oszlik meg, mégpedig az egyes rész az Erzsébet-ligeti fahíd és az Arbarítón főbejárata közötti szakasz, a kettes rész a Szabadságút felújítása, ez a vasúti átjáró és a sportpálya lejáró közötti szakasz. A hármas rész, ez a Békés-Szentandrási területen valósul meg, az Arborétum és a hármas körös töltése közötti szakasz. A negyedik rész pedig Békés-Szentandrás belterületén két utca, két 400 méter hosszú utca felújítása. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon okosan, hosszú távon, városban gondolkodva, a város komfortját, meg idegenforgalmát is figyelembe véve, elsősorban az itt lakókét, meg a szomszédokét. És ezért is függ össze a projektünk. Ezt nagyon szisztematikusan próbáltuk eddig is képviselni, és sikeresek voltunk, ez Kondorostól egészen Békés-Szentandrásig nekünk összefüggő kerékpárutunk van. Ami különböző szakaszokban épült, különböző minőségben, aztán van, amelyik már több mint 20 éves, fel kell újítani. Az év beiglijét lehet megkóstolni itt Szarvason az Ildikó cukrászdába, amely a közelmúltban lezajlott versenyen nyert el ezt a titulust. Mit lehet tudni, ki hirdette ezt a versenyt, milyen céllal? A Magyar Cukrásziparosok Országos Ipartestülete hirdette első alkalommal ezt a versenyt, annak céljából, hogy a cukrászdákban a kézműves beigli minél népszerűbb legyen. A különleges kategóriában már több beiglit is készítünk, már saját üzletünkben, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy az édesanyám által elrakott dió befőtt legyen a beiglinek a tölteléke. Idén más lesz az adventi várakozás és a karácsony is, ezt tanúsítja az is, hogy a Cervinus Teátrum kamara termében a szűk körben is, de összejöttek és gyertyát gyújtottak. Hogyan éli meg mindezt az ünnepi forgatagot? Nehéz ezt megélni, de nem csak a forgatagot, hanem is a változást, hanem egyáltalán ezt az körülményt, ami most körülöttünk van. Túl sok a feszültség, túl sok az indulat, túl sok alkalmasint a nem megértés. Nagyon bízom benne, hogy az első gyertya meggyújtását követően mindenki elcsendesedik, mint ahogy én is, és igyekszünk a szeretetre gondolni és a családok békességére. Nagyon fontosnak vélem azt, hogy különösen, amikor veszélyhelyzet van, vagy sok bajunk van, akkor összefogjunk. És ez a város a védekezésben is, és minden másban sikeresen összefogott. Hát most két nap alatt az egész várost meghívtuk egy kicsit ide a mi udvarunkra. Hát advent miatt és a közelgő karácsony miatt vagyunk most itt együtt. Hosszú évek óta volt egy hagyomány, amit most meg kellett, hogy törjünk a jelenlegi helyzet miatt. Minden évben decemberben a Család és Gyermekjóléti Központ és az Emberöltő Alapítvány összefogva szervezett eddig az Árpád dísztermében egy karácsonyt. Ebben az évben ezt nem lehetett ugye a jelenlegi előírások miatt, és kitaláltuk, hogy mi mégiscsak csinálunk, mert nem adjuk föl a karácsonyvárás örömét, és nem adjuk föl a karácsonyi hangulatot. Fölállítottuk ezt a sátrat, és két napon keresztül fél óránként 10 családot tudtunk meghívni, hívunk be ide, és itt meg tudják kapni azt az ajándékcsomagot, amit az Élelmiszerbank jó voltából összeállítottunk. Szarvasváros baráti köre és Forstner Rudolf az ő felajánlásával minden évben igyekszik valakiket megörvendeztetni. Én nagyon meghatottam akkor, amikor átvetted a díjat, és tudom, hogy te is meghatottál. Szeretnélek most arra kérni, hogy pár mondatban, amennyiben tudod, ecseteld, hogy nyilván sokat jelent ez számotokra. Igen, nagyon sokat jelent. Hát nem is számítottam, amikor megkaptam a meghívót, hogy mi vár itt rám. Tehát teljes meglepetés volt. Nagyon nagy segítség a gyerekeimmel ez az adomány. December 27-én volt Tesedik Sámuel halálának 200. évfordulója. Ez alkalommal itt az Ótemplomban volt egy istentisztelet, illetve volt egy kis megemlékezés is, ami már hagyományosnak mondható.
2012 óta emlékezünk meg ilyen formán Tessedik Sámuelnek a haláláról, a halálának napján. Az idén egy kicsit kivételes év volt, hiszen 200. évfordulóról beszélünk, ezért 17 órától már egy mini konferenciát tartottunk. Ennek a mini konferenciának a lényege az volt, hogy a tudomány különböző területein a város különböző ismert személyei mondták el gondolataikat Tessedikkel kapcsolatosan. Innen kivonult a kis emlékező gyülekezet a Tessedik szoborhoz, és ez egy nagyon fontos pillanat volt, már hiszen ez már a 9. alkalom, hogy együtt vonulunk ki, és nagyon jó leső érzés volt, amikor megálltunk a szobor előtt, és láttuk Szuhaj György tanár úrnak az alkotását, aki egy öreg akác a tuskóból egy igazi műalkotást készített néhány óra leforgása alatt. Egy kezet ábrázol, ahogy megnéztük ezt a kezet, ez egy idős embernek a szenvedő keze volt, a szenvedését talán azzal a belevert szeggel is ábrázolta, amely Krisztus szenvedésére utalt. Ez lehet Tessediknek a keze, lehet a kezek evangélium, amely Tessedik életére is jellemző volt, hogy nem csak a szavaiban, hanem a tetteiben is megjelent az, hogy Isten szeretetét hirdeti. Nagyon sok mindent bele lehet egyrészt magyarázni, meg nagyon sok mindent üzenhet nekünk ez a szobor, így a Tessedik szobra előtt minden esetre egy nagyon szép alkotás született, és ezt pont a 200. évfordulóban élhettük meg.